Beláthatatlan következményei lehetnek a korlátozások fenntartásának, a folytonos bezárások, termelés leállásokhoz, bevétel kiesésekhez vagy teljes megszűnésekhez vezethetnek. Azonban egyéb terheik is megmaradnak a vállalkozásoknak, mivel nincs bevételük, így nem tudják kifizetni a munkavállalóikat. Így kénytelenek új bevételt keresni, ami a jelenlegi járványhelyzet miatt majdhogy nem lehetetlen és esélytelen, vagy ennek folyamányaként eladósodás következik be, és az eddigi hiteleiket sem fogják tudni a jövőben törleszteni a vállalkozások, illetve a magánemberek. A kormány által kínált 10 milliós gyors kölcsön, vállalkozói gyors kölcsön nem jelenthet valódi megoldást a érintett válságágazatokban dolgozóknak. Ez csak pillanatnyi segítséget ad maximum ezeknek az érintett személyeknek. Hosszú távon inkább csak is az eladósodáshoz vezethet, mivel nem tudjuk, hogy mi várható 3 vagy több év múlva ezekben a szektorokban. Ezek az emberek nem segélyt vagy hitelt szeretnének, hanem dolgozni szeretnének pusztán. A törlesztési moratórium lejárta nem csak a vállalkozókat érintheti majd váratlanul, hanem a magánembereket is. Emiatt valószínűsíthető, hogy több tízezer hitel kerül majd felmondásra, ennek következtében pedig egyenesen a behajtó cégekhez fognak kerülni ezek a felmondott követelések, így a hitelállományuk növekedni fog, illetve a bevételük is ugyanilyen arányaiban fog nőni a követeléskezelő cégeknek. Ezekre jelenleg sincs semmilyen korlátozó intézkedés. Az év utolsó hónapjaiban pedig a felmondott követelések és a gazdaság leállításának következtében egy végrehajtói hullám is várható. A Mi Hazánk mozgalom ezért elvárja a kormánytól, hogy vezessen be valódi bankadót, és a nemzet sanyargatásából élő behajtó cégek is vegyék ki a részüket szolidaritási adó befizetésével a válság kezeléséből. Ezen kívül elvárja a Mi Hazánk mozgalom, hogy a különféle behajtó cégek, követeléskezelő cégekre is vezessen be törlesztési moratóriumot, mivel rengeteg adós nem képes a jelenlegi válsághelyzet miatt fizetni a felmondott tartozásait.